A játék neve ezúttal March, ami a Game Jolton egy igen csak jó eredményt elért játék. Valami story-orientált indie játék lesz, de mindjárt meg is tudjuk. Azokat szeressem. Oké. Okay. Ez nem egy szerelmes történet. Jó van. Megyünk valahova. Valami hölgy alak. Hold her hand, she follows. Hold left click near her. Look for the two dots. Oké. Okay. Szóval ő egy hölgy. És... Ah, király. És tényleg követ. Yeah! Most? Erre megyünk? Hát, mondjuk nem sok keze van, de nem fogom leszólni a grafikát, mert lehet, hogy nagyon érdekes dolgot fog elmesélni nekünk. Pup! Listen and find her. Ott van. Hello! Ja, csilingelés, oké. Okay. Úgy foglak hívni, hogy Alexandra. Oké, okay, Alexandra, gyerünk. Vándoroljunk együtt a sötétben, egymás kezét fogva. Mi ez? Nem ilyen volt a valóságban. Hát a valóságban sosem olyan. Filmekben, rajzfilmekben mindig érdekesebb. Akkor ez egy ilyen párkapcsolati dolog lesz? I never let her by the hand. Soha nem vezettem a kezénél fogva. Hát soha nem fogtam a kezét, és úgy... Hát értik, értjük, na. Csak együtt voltunk. Na, az szép. Ez olyan, mint amikor... Ugye soha nem mondják egymásnak, hogy szeretik egymást, csak egyszerűen egymásnak ott vannak, és tudják. Elégedett voltam azzal, amink van. Oké, okay, ez úgy néz ki, valami kis vidám történet lesz. Vagy nem olyan szomorú. Akkor is, hogyha elfelejtettem, hogy ott volt. Do better than complications? Ezt nem teljesen értem. Mindig hátranézek, hogy itt van-e, pedig itt van. You move faster and jump with spacebar. When unburdened. Unburdened, gondolom, ha elengedem a kezét. Akkor gyorsabban mozgok. Oké. Okay. Nem tudok, a sötétben nem látom ezeket. De itt van valami. Ó, ez a zongora, ez nagyon kell. Valami drámai. Fénybe borította az életem. Wow! Oké, okay, Alexandra, akkor maradj itt, addig én ugrabugrálok itt. Akkor át tudok ugrani. Upp, elég nagyot, jó van. Oké, okay. Ez valami párkapcsolati dolgot itt feszegeti, de még nem tudom, hogy... Kíváncsi vagyok, hogy ő is ugyanezt érezte. Tehát ők jól érezték magukat együtt. Ez jó, jó dolog, én úgy gondolom. Most itt már... Oda. Ide föl tudok ugrani? Oké. Okay. Ide is. Egyre magasabbra kell ugranom. Nem tudom, hogy ez... Oké, okay, megy ez. Hoppá. Hopp. Ó, és ott len világít egyedül magányosan. Hopp. Meg voltunk elégedve azzal, hogy csak saját dolgunkat csináljuk. Ez rendben van, szerintem. Együtt vagytok, és mindenkinek kell követnie a saját útját, szerintem, és... Az tök jó dolog, hogyha olyan párod van, aki ezt megért, és csak tudod bele, te csinál dolgodat, nem zavar, és mégis ott vagytok egymásnak. Ez szép dolog. Akkor ez teljesen jó így. Most oké, ugranom hozzá, még messzinek tűnik. Oké. Okay. Hopp. Ő és én együtt jól megvoltunk ebben a távolsággal. Ez a...
Ja, igen, tehát, hogy akkor ez kicsit távolságtartó kapcsolat... Ó, oh, várjunk? Ja, meg kell találnom a hang alapján, oké. Okay. Itt van. Hallom. Itt van előttem. Há! Gyere ide! Megvagy! Yay! Szia! Yay! Megtaláltalak a sötétben is! Ennyire szeretlek. Azt hiszem. Nem tudom. De úgy néz ki, jól megvoltak egymással. Csak kicsit olyan furcsa a kapcsolatuk így. El akart menni, saját életét követni, és saját ambícióit. Nekem ez rendben volt. Ennyi, jó, az... Oké. Kicsit szomorú azért, de hogyha rendben van, és végül is akkor... Azt akartam, hogy boldog legyen. Teljesen korrekt, rendben van. Mégis azért szomorú, tehát, hogy ők így megvoltak, ez egy kicsit távolságtartó volt a kapcsolatuk. Szeretünk együtt lenni, ameddig lehetett. Nem értem, mi a probléma vele. Hopp, megint úgy néz, ugri-bugri lesz. Akkor gyere, Alexandra, álljál ide. Álljon ide a bot elé, mint lánykorába. Ó! Oh! Lejátszottam a fejemben. Wow, wow, wow. She would leave, would we keep going on? Ha elmegy, akkor is együtt leszünk-e még valami ilyesmi? Nem fogom üldözni. Azt ott nem... És ezt ő tudta, hogy nem fog utána menni, és mégis elment. Hm. Igen, talán a saját élete az sokat jelent. Tehát a szabad akarat az fontos. Azt akarta, hogy tovább... Hogy keep going, tehát hogy tovább együtt maradjanak így, akkor meggyőzte volna. Aha. Tehát hogy ő se akart maradni. Lehet, hogy akkor ez a kapcsolatuk mégsem működött annyira? Hmm. Nem akartam megállítani. Hogy más találjon. Aha. Tehát itt nem volt a szerelem, nem volt szerelem, csak elvezték együtt lenni, de szerelem nem volt köztük, csak jól érezték együtt. Együtt voltak, akkor jól érezték magukat. Oké, tehát teljesen felnőtt fejjel kezelte a dolgot. Ezt így kell. Nem nagy dolog, semmi drámai. Oké. Mégis szomorú ez. Arról nem maradtam a szövegről. Szia! Fog meg a kezem. Menjünk! Oké, szóval az... Oké. Szóval szétmentek, nem, tehát ez nem volt szerelmes tő, nem voltak... Mik ezek? 2 months, 5 days, hours, minutes... Ez mi? Tehát ők nem voltak szerelmesek, mégis úgy érezte, hogy... Better down and later, I don't need her, nem kell nekem, engedd el... Hosszú távú kapcsolat nem működik... Még ha vissza is jön, akkor is elmegy... Gyorsabban mozgok nélkül... Boldogabbak leszünk. Csak az útjában leszek. Még egy gyors... Látom. Tehát ő most engem akadályoz, mert hogyha elengedem, akkor gyorsabban haladnék és átjutnék ott. Igen, akadály lesz valaki számára, aki jobb nála. Hm. Ez szomorú. Tehát csak akadályoz engem. Hm. A végén persze együtt maradtuk. Tudtam, hogy szeretem. Nem voltak kétségeim. Nem dobnám el magamtól. De nem ez volt, ami valójában történt. Végignézzük ezt a történetet. És igen. És most egyedül megyek. És itt hagyom.
És így át fogok jutni. Ez érdekes, mert ugye tényleg, tehát ha szerették is egymást, de mégis mindegyikőjük a saját útját akarta járni, és csak egymásnak voltak az akadályai. Mondjuk egy párkapcsolatnál ez tényleg elég nehéz, hogyha sokkal jobb vagy, és sokkal többet akarsz, de ő meg nem, akkor csak akadályoz téged, és el kell dobnod, vagy különben ugye megrekedsz azon a szinten, és boldogtalan leszel. Annak ellenére, hogy ugye elvileg szerelmes vagy belé. És most? Biztonságban a szívfájdalomtól, magunktól, de főleg magamtól. Ez kicsit sokkal később. Kicsit magamra emlékeztet. Én szoktam kicsit így nézni a dolgot, mert hogyha nem kötődök semmihez, akkor... She come back to finish other things. Akkor ugye az nem fáj. Láttuk, találkoztunk, de más volt, és én is más voltam. Ups. 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 Words that clings to our hearts unspoken. A szavak, amik a szívünkbe kapaszkodnak kimondatlanul. Igen, tehát szerették egymást, és mégis szétmentek, mert egymás útjában voltak. Ez azért szomorú. De talán így a legjobb. Avoiding eyes. Én nem tudom, milyen ez, nekem nem volt igazán olyan kapcsolatom senkivel, akivel ilyesmi lett volna. Úgyhogy ez talán másoknak érdekes. Bár érzem, hogy ez így eléggé. Talk to each other about nothing. Semmiről beszélni egymással. Úgyhogy én nem tudom, ez talán másoknak fölhoz emlékeket. Nekem nem. De érzem, hogy azért ez egy szomorú dolog. Ez ilyen magas. Az erőltetett mosoly és nevetés a megbánásomra. Tehát nekem nincsenek ilyen távoli, régi szerelmek, akikkel összefutunk, és akkor jaj, de jó volt akkor, hogy miért nem folytattuk. Mert én alkalmatlan vagyok a... Igen, és ott van már mással. Érdekes. Igen, és mással ment el, holott ugye te szeretted, csak más utakon jártatok. Sok boldogságot kívánok neked, és sajnálom. Ez szomorú volt. És ennyi. Hát ez szomorú volt. De jó kis játék, hát egy történet igazából. Nem tudom, hogy jól vettem le, hogy miről szól, de remélem, hogy ugye összefoglalva, tehát, hogy ugye voltak ők ketten, és teljesen jól megvoltak egymással, és szerették is egymást, de mindegyikük más utakon járt, és végül szétmentek, hogy ne akadályozzák egymást, a saját, hogy mind a kettő a saját álmaikat, a saját ambícióikat ki tudják elégíteni, és inkább szétmentek, és amikor végül találkoztak, akkor úgy mégis visszajött, hogy hát azért ugye nem mondták ki egymásnak, hogy szeretlek, és akkor nem maradtak együtt, és akkor a lány az ugye mással ment el, és ő meg... Ez szomorú. Na mindegy. Remélem tetszett nektek, a linket letettem a leírásba, ha még egyszer meg akarjátok nézni, esetleg találtok más értelmezést. A következő videóig pedig sziasztok!